Fiatalkorban arra jöttem rá, hogy hülye vagyok. Amikor csinos voltam, kijöttem a medencéből, a férfiak csak úgy bámultak. Egy úriember oda egy nyakkendőbe. Elnézést, asszonyom, meleg a víz? Én kurva vagy, nem hőmérő. Amikor már felnőtt lettem, akkor meg ugyanolyan hülye voltam, mint fiatal koromban. Bérának mondom, hogy meghívom egy kávéra. Béla eljön, azt van ott, hova valaki senki. Biztos, biztos. Bementünk, mondta Béla, vetőzz lefele. Vetőzz lefele. Nincs itt, hol senki. Senki nincs, vetőzz lefele. Levető, beugrottunk, elkezdődött a hetje, petje, egyszer csak a konyhába egy hang. Hú! Mi volt ez? Ne figyelj oda! Csináld! Megint. Hú! Rozika! Mi volt ez? Mondom, ne figyelj oda! A függöny mögött ott fekszik a lebénult férjem. Most mérges, mert nem tudja kimondani, kurva! Aztán eljött a nyugdíj osztályba, a nyugdíj életkorosztal, csajokkal össze szoktunk jönni. Mondja az egyik, az én unokám 3 hónapos, azt már áll. Másik mondja, Bözsi, az én unokám 13 éves, azt már ül. Én mondom, Jányok, az én unokám meg elment diszkóba. És már 10 napja. Haza se jött. Egyszer csak, halló? Lacikám, hol vagy? Hó? A diszkóba, hova mentetek? Afrikába. Hát minek? Vadászni? Hát mit vadásztál ott? Nagymama, találtam egy feleséget. Jaj, de jó, gyertek hazasz az egész falon, csinálunk egy baszi nagy lagzit. Nagymama, de a feleségem fekete. Milyen fekete? Néger. Éjj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 
nagymama, de van neki 10 pulyája. Hát akkor kertbe sütünk egy szalonnát. Gyertek hozzá, lesz a kertbe egy lakzi. Nagymama, de hol fogunk lakni? Hát a gyerekek a nagy szobába, ti a kicsibe, az öreg a spájzba, Isten nagymama, felőlem ne idegeskedj, mert ahogy leteszem a kagylót, rögtön felakasztom magam. Manci néni, van magának utálatos szexpóza? Van! Az milyen? Amikor alul vagy, az felül nincs senki.